Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in the watch, I saw 100 serving cats. They have built a hymn and altar in the evening news and dance. I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His day is marching on.
come episcopum et cardinalem, bem imperis pro Christo legatione fungi tribuisti. Európa nagy leadói, a nagy magyar halottról, Mindszenti Józsefről beszéltek minden hullámhosszon. Ezrek tolongtak a bécsi Szent István dómban, ahol az osztrák kőnik kardinális mondta requiem misét a nagy magyar halott koporsója mellett. Ugyanakkor New Yorkban mi, Lothringer József és jómagam Kálmán László, az útlevelünkért és az osztrák sajtóigazolványért futottunk, hogy legalább a temetésre odaérjünk. A temetésre három rokon kivételével senkit nem engedtek ki Magyarországról. Ez alól a magyar püspöki kar tagjai és a Mindszenti székében ülő ideiglenes ügyvívő sem jelentettek kivételt. A hazai sajtó sem lehetett ott. Ugyanakkor sokan állítólag a magyar titkosszolgálat tucatnyi emberét látták a tömegben. Megérkeztünk Bécsbe. Egyenesen a bíboros volt lakására Pázmániumba siettünk, ami micsoda irónia, az amerikai követség mellett van, ami viszont valamikor egy magyar királyi épület volt. Az ablakaiból arra a kertre látnak, ahol a bíboros sétálni és imádkozni szokott. Filmre vettük a házat, a kertet, a lépcsőt, amelyen járt, és a lakását, ahol élt és dolgozott. Az apácák és titkárai, Vecsei főtisztelendő és Monsenyőr Mészáros voltak a kalauzaink. Monsenyőr Mészáros csak úgy tudott beszélni velünk, hogy vele mentünk kocsiján szerte a városban. Most az ő hangját hallják, de ez a felvétel már a temetés után készült. 1970. május 6-án, kedden, 2:15 szűnt meg a szíve dobogni, utána ott feküdt az irgalmas testvérek kórházában, Bécsben. Pénteken reggel mentünk el a háztartásvezető nővérekkel, a Laura testvérrel és a Kolumba testvérrel, vittük el az összes ruhákat, és mindezt, amit be akartak tenni a koporsóba. És mivel rátették a második fedelet, arra az ablakra rátették a memoárokat, kinyitva lappal lefelé, még hazai földet tettek rá, és úgy tudom, virágokat, még egy pár emléktárgyra be akartak tenni, és hitették rá a koporsó második fedelét. 5:15 indultunk a Hitzingi temetőtől, a temetési vállalat kocsija mögött vezettem én a saját kocsimat, és velem együtt volt a Laura testvér, Kolumba testvér és a Lélia, Makra Lélia nővér, egy clevelandi származású magyar, aki Adán született Jugoszláviában, és 40 évig Kínában volt misszionárius nő, aki 2 óta odaadóan szolgálta valóban a bíborost. Mi mentünk mögötte, elmondtunk 3 rózsafüzért, énekeltünk halott énekeket, mögöttünk jött egy spanyol pap, aki végig itt volt, a kórházban is, órákon keresztül viraszott, majd egy fiatal, nagyon intelligens dr. Jiménez, és ővele jöttek a nekem jött svájci ismerőseim, és végén sárga kocsiba jöttek a hozzátartozók, Machalik Pál, Denver, Colorado-ból való, azt hiszem, távoli rokon. Ő vitte egy bérelt sárga kocsin a rokonokat, aztán utána jöttek a reporter urak, kérem szépen, a sárga kocsival. Így mentünk én Mária Celbe. Kik voltak a requiem misét szerebráló főpapok, és honnét jöttek? 2 kardinális vett részt, akik a közelben elérhetők voltak, kérem szépen, és szívesen jöttek. Ugye maga a Szent misét szerebráló König kardinális Bécsből, és a Döpfner Gyula kardinális Münchenből. Ott volt még mellette az Eisenstadt-i püspök, a László püspök, ott volt a Wagner gráci püspök, és azon kívül részt vettek, a Szent misén kívül csak asszisztálva, Gráber püspök Regensburgból, a Zack püspök Sankt-Pöltenből, a Sagir püspökével együtt, és Kléven, kölni Sagir püspök,
tehát elég számosan voltak, lévén hétköznap, és lévén az, hogy Bécstől Mariazell 2 órai autót ki a hegyekbe, és azon kívül legalább részvetek egyházi dignitáriusok, legalább egy tucatnyian vagy többen, Bence és Apátka környékről is máshonnék. Ki képviselte a Vatikánt? A bécsi Requiemen, amely tulajdonképpen Bécs lakosságának szólt, ott a Vatikán képviseletében a bécsi apostoli nuncius volt jelen, Opilio Rossi, akivel szoros összefüggése volt, összekötelése volt az utóbbi 3 évben, mivel hogy a római ügyek tulajdonképpen mind ő rajta keresztül zajlottak le. Sajnos, annélkül, hogy bárki gondolt volna rá, május 15-én délben 11 órától kezdve zajlott le az osztrák államszerződésnek 30 éves évfordulója, ahol az egész diplomáciai kart meghívták, és ahonnét lévén, gondolom, a kormány szocialista, és a mindenkori nuncius, a diplomáciai testületnek a doájénje, gondolom, a nunciusnak nem volt módjában, mert politikai okokból fölhördültek volna, hogy ő ide van akkreditálva, és nem megy el erre a fontos államaktusra, azért a helyettesét Quilici, Monsignore Quilici Uditore bízta meg, aki ott is volt, ott volt az ebéden is, egy nagyon kedves ember, úgyhogy ebből a részből nincsen a magyarok számára, bocsánat a kifejezésért, fölhördülni való, legfeljebb az lehetne egy kicsit megfontolásnak a tárgya, hogy nem egy magasabb, személyes pápát, a Szent Atyáról személyesen küldött képviselő jött el Rómából, akár Bécsbe, akár Mariazellbe, de ez a magasabb diplomáciához tartozik, ehhez nem szólunk. Olyan korban élünk, és az árulja el a lényeget, ha azt vizsgáljuk meg, hogy kik nem vettek részt, és kik nem jöttek el a temetésre. Elsősorban nem volt ott a pápa személyesen, mert ott leheted, vagy ott kellett volna lennie. Nem jött el senki személyesen a Vatikánból, legalább egy bíboros vagy püspök, mert eljöhetett volna, vagy el kellett volna jönnie. A New York Times híradásával ellentétben a magyar kormány nem képviseltette magát. Sőt, a Mindszenti székében ülő esztergomi adminisztratív püspök útlevél kérelmét is visszadobták. Így Magyarországról csak a 3 rokon vett részt a temetésen, és a magyar titkosszolgálat tucatnyi embere, akit állítólag többen felismertek a közönség között. Nem képviseltette magát az osztrák kormány sem, sem a bécsi gyászmisén, sem Mariazellben, de távol maradt az Egyesült Államok is. Vajon miért? Hadd olvassak fel egy részt a 74. február 17-i adásunkból, amikor arra a kérdésre próbáltam feleletet találni, hogy miért fosztotta meg a pápa Mindszenti Józsefet főpapi tisztségétől. Idézek. Pál pápa megcsinálta azt, amire a kommunisták képtelenek voltak. Megfosztotta a 81 éves ellenálló hőst a hivatalától, írta a Time politikai hetilap a múlt heti számában. Ugyanakkor a New York Times, mint a lap hivatalos véleményét jegyzi meg, hogy Mindszenti kardinális sem meg nem értette, sem el nem ismerte a kelet és nyugat közötti detantra irányuló törekvéseket Európában, amelyben a római egyház a hosszú távú érdekeit látja, és amely törekvésekben már aktív szerepet játszik. Erőszakolt nyugdíjaztatása egy letűnt kornak fájdalmas, de már nagyon régóta esedékes lábjegyzete volt csupán. Tehát valahogy így. Egy letűnt kornak fájdalmas, de már nagyon régóta esedékes lábjegyzete volt csupán. Azaz a vége. S ami a legszomorúbb, hogy a lényeg, az tényleg így van. Letűnt az a kor, ahol még élt a remény, hogy a kiontott vér egyszer szabadságot terem minden szenvedőnek. Mindszenti József élő tilalomfa,
aki jajszó nélkül vitte népének és egyházának súlyos keresztjét. Fájdalmas, de már nagyon régóta esedékes lábjegyzet lett csupán. De nem csak ő. Lábjegyzet lett Szolzenyicin a Nobel-díjas orosz író is. S lábjegyzet lettünk mi is, akik konokul hiszünk a szép, a jó, az igazság, az emberi méltóság, a szabadság diadalában. Lábjegyzet lett minden hős ellenálló a nagyok játékában, Moszkvától a Vatikánig. A pápai köpeny. Hatodik Pál pápa saját köpenye, melyet szeretetének és nagyrabecsülésének jelképeként Mindszenti bíboros vállára terített hamarosan azután, hogy a bíboros Rómába érkezett, a budapesti amerikai követségről való szabadulásakor, ahol 1956 óta menedéket kapott. Te vagy és maradsz esztergomi érsek és Magyarország prímása. Munkálkodj, s ha nehézségeid lesznek, fordulj hozzánk mindenkor bizalommal, mondta a pápa Mindszenti bíborosnak. A rezsim, hogy kiengedje a bíborost Magyarországról, a Vatikánnal alkut kötött, amelyben többek között megállapodtak. A bíborosnak az esztergomi érseki és prímási székből való menesztéséről, elnémításáról, szóban és írásban is, ellenőrzés alatt kolostorban tartásáról. Mindszenti, bár előtte eltitkolták az egyesség feltételeit, megérezte a veszélyt, hogy elárulták. Elhagyta a Vatikánt és az esztergomi érsek fennhatósága alatt álló bécsi Pázmáneumba haza költözött. Magyar kormánykörökben valóságos pánik tört ki, ha ez szabadon beszélhet majd. A pápa végül egy tolvonással megfosztotta hivatalától, miután az sem lemondani, sem hallgatni nem volt hajlandó. Ezzel megtette azt, amit a kommunista hatalom börtönnel, kínzással soha nem tudott elérni, írta a Time magazin. Mindszenti bíboros az ő lemondásáról megjelent híradásokra válaszolva Bécsben nyilatkozatot tett közzé, amelyben kijelenti, hogy nem mondtam le. Továbbá elutasítja a Vatikán és az ateista egyházüldöző kommunista kormány közötti alkut. Magyarország és a magyarországi katolikus egyház nem szabad. Hatodik Pál pápa a mártír Mindszenti József bíboros esztergom érseke Magyarország prímása halála után a svájci gárda felvonulásával és protokolláris pompával fogadta Kádár Jánost és regnáló bűntársait a Vatikánban. A Vatikán keleti politikája érdekében feláldozta a mártír bíborost. A rendszerváltás után a megállapodás teljes anyagát további 75 évre titkosították. Ha a pápa az alvilág minden ostoba tanácsadóját összehívta volna, akkor sem ejthetett volna mélyebb és fájdalmasabb sebet az ezer éves magyar kereszténységen. A szentszékre és a pápára eddig tisztelettel és megbecsüléssel gondolt a magyar nép, de most századokra eljátszotta ezt a tőkét. Fábián Károly, erdélyi egyházmegyés pap, a Szabad Európa Rádió egyházi tudósítója. 1974. február 10-én. Boldog asszony anyánk, Cruz.
ránkról. Ne felejtkezzél el, szegény magyarokról. A bíboros végakaratában meghagyta, hogy örök nyugalomra az esztergomi bazilika kriptájában helyezzék el, de kikötötte, hogy csak akkor vigyék haza, amikor az utolsó szovjet megszálló katona is már elhagyta hazánkat. Addig a Nagy Lajos király által alapított Máriacelli bazilikában akar nyugodni. 1975. május 15. Csütörtök reggel 8 óra van, ausztriai időszámítás szerint. Itt állok a Máriacelli bazilika bejáratánál. Egy rövid ünnepség után a templom előtti téren most hozzák be a hercegprímás úr koporsóját teljes egyházi pompával. Az a megtiszteltetés ért engem és kedves barátomat Lothringer Józsefet, aki eljött velem, hogy segítsen a hangfelvételeknél, hogy része lehettünk a gyászmenetnek, amelyik ma reggel Bécsből Máriacellbe kísérte a prímás úr koporsóját. Ez a tisztesség még a világsajtó képviselőinek sem volt megengedve. Az útról filmet és számtalan fényképet is készítettem. És ahogy megérkeztünk, zúgtak a harangok. S végig az utak mentén mindkét oldalon tolongtak a világ minden részéből érkezett emberek, magyarok és nem magyarok, valamint a világ sajtó képviselői, rádiók, televíziók, hírügynökségek riporterei. Ekkor éreztem a különleges megtiszteltetést, hogy mi a halotti menet része lehettünk. Mindszenti herceg prímás nem csak hogy ismerte a rádióműsorunkat, hanem kérte, amikor Amerikában járt, hogy ha lehet, máshova is vigyük el ezt a hangot. Ígérjük itt a koporsója mellett, hogy mindig hűek leszünk az igaz magyar úthoz, amelyen ő vitte elsőnek a magyarság keresztjét. Mindszenti bíboros szentélyavatása folyamatban van és elkerülhetetlen. Bár azok a világi és egyházi erők, melyek nyíltan vagy titkon a sírban is félik és tagadják, küzdenek ellene. A földi és az örök haza elnyerésén, és hogy az Isten hallgassa meg Mindszenti József imáját hazánkért. Hogy Mindszenti Józsefnek és minden idegenben, fogságban, börtönben, harctéren, névtelenségben elhunyt embernek és magyarnak a mindenható Isten legyen végső, igazságos és irgalmas megjutalmazója és boldogítója. Deus quinter apostolicos sacerdotes, famulum tuum, Josephum, cardinalem, Mindszenti pontificali, fecisti dignitate, vigere, presta quesumus, Udiorum quoque perpetua gregetur consortio, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, vid hic vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. A világ minden részéből jöttünk el erre a nagy magyar temetésre. A halottól búcsút szoktak venni. Mindszenti prímástól nem lehet búcsút venni, mert élni és hatni fog halála után is. Egyénisége
törékenysége ellenére is óriásként magasodik a 20. század történelme fölé. A mai világban, amíg az emberek csak az anyagi előnyöket nézik, és a pillanatnak élnek, ő egész életében a szellemi és erkölcsi értékeket kereste, terjesztette és szolgálta. Az egyház és az egyház által hirdetett igazságok, a magyar haza és a magyar nép volt 60 esztendős papi életének tengelye és legfőbb gondja. Ezekért a szellemi és erkölcsi ideálokért akkor is kiállt, amikor az élet veszélyes volt és reménytelennek látszott. Ezért vállalta a nácizmussal, a bolsevizmussal szemben a harcot, és ezért járta a világot öregen és betegen is, hogy a világ minden népének, de elsősorban a magyaroknak hirdesse ez ideálokat. Ha már egyszer egyelőre nem pihenhet hazai földben, akkor földi hamvai számára méltóbb helyet nem találhatott volna az egész világon, mint ezen a magyar ősök búcsújárása és imádsága által megszentelt Mária Celben. Biztosak vagyunk abban, hogy a világ magyarsága ebben az órában a szívével van jelen Mária Celben. Mindszenti volt a magyar történelem legszegényebb prímása. Viszont a különféle elnyomásokkal szemben tanúsított ellenállásával és vértanúságával olyan elpusztíthatatlan erkölcsi tőkét hagyott a magyar népre, amely bizonyosan hozzá fog járulni ahhoz, hogy országunk, népünk, egyházunk ismét szabad lesz. Akarok lenni népem lelkiismerete, hivatott ébresztőként kopogtatok lelketek ajtaján, a föltetsző tévéek ellenében az örök igazságokat közvetítem népemnek és nemzetemnek. Ébrezgetem nemzetünk megszentelt hagyományait, amelyek nélkül egyesek talán igen, de a nemzet nem élhet. Mindaddig, amíg a magyar népben él a hit, ez a hit nagy erőt ad a nemzetnek a talpra álláshoz. Ami az én szerény személyemet illeti, nem tekintem magam egyébnek, mint nemzetem és népem szolgálattevőjének. Ezt a szolgálatot teljesíteni akarom, akármilyen árat követeljen is. Ti nektek pedig azt mondom, az egyházhoz való ragaszkodásban, az erkölcsi elvek tiszteletben tartásában és a magyarsághoz való ragaszkodásban legyetek rendületlenek. Élő hitéből következett, hogy rendületlenül védte az Isten jogait, az emberi méltóságot, mint Isten adományát minden zsarnoksággal szemben. Ahogy mondja, az emberi alapvető jogok, azok sérelme, népünk gyötrelme, nem napi politika. A nép nem mondhatja el fájdalmát, nem tárhatja fel sebeit. Az egyház köteles híveit védeni, ha ez esetleg félre is érti. Még senki a történelmünk folyamán nem tett még annyit népért, mint Mindszenty Prímás. A világ utolsó sarkáig ismerték nevét, és rajta keresztül népe sorsát. Amikor elítélték és börtönbe vetették, egy világ imádsága kísérte a börtönbe. És amikor élete legnehezebb keresztjét vette magára, és hazáját elhagyta, egy világ lett az egyház megyéje. A proféták ihletségével és elszántságával hirdette egyháza és népe ügyét, és emelte magasságra az emberi méltóságot. Nem akart óriás lenni, nem kereste a hírnevet, a dicsőséget,
a vértanúságot. Egyszerűen vállalta küldetését Istenbe vetett gyermeki hittel és bizalommal, az evangélium iránti törhetetlen és megingathatatlan hűséggel, egyszerű, tiszta, átlátszó, szolgáló lelkülettel, amit egyháza és népe és a lelkek java megkívánt tőle. Ezekért az eszmékért készen volt állandóan életét is odaadni. Amikor koporsóját elhelyezzük itt a Máriaceli Bazilikában, hálát adunk a gondviselésnek, hogy nekünk adta, mint jövőnk zálogát. Ami földi volt, visszaadjuk a földnek. A lelke a teremtőjénél, aki jutalom és koronája hűséges szolgájának. De szelleme tovább él köztünk, mint útmutató csillag a magyar égen. Imádságunk kíséri utolsó földi útjára. Kérve a mindenhatót, hogy a szabadság napja minél előbb eljöhessen, és a legnagyobb magyar tetemeit hadavihessük végrendelkezése szerint az esztergomi bazilikába. Omnibus malis, da probitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti. Mit üzen az amerikai magyarságnak, mint a herceg prímás úr hagyatékát? Tulajdonképpen mást nem mondhatok, mint amit ő eminenciájától hallottam, és ő mondott a világnak. A száműzöttek népe lettünk mi magyarok, és ezzel igen sokszor mentegetjük magunkat, mint a nemzeti történelmünk súlyos csapásával is a múltban, végre tanuljunk meg magyarok. Kesergés és főkép önsajnálás nélkül élni. Én szerintem csak az meneküljön el hazurról, akinek van annyi vágott dohánya, hogy idegenbe is, önsajnálás nélkül neki tudjon állni és dolgozni abban a magyar közösségben, ahol él. És hagyjuk el az önsajnálkodás azért is, kérem szépen, mert valójában a feladat előttünk áll. Ha nem kényelem szempontjából gondolkodunk, hanem arra gondolok, hogy mi magyarságnak a sorsa, akkor azt kell mondanom, hogy minden lehetőségünk most megvan. Arra, hogy olyan fiatalokat neveljünk, olyanokat képezzünk ki, akik külföldről, otthon meg az otthoniak, de természetesen biológiai erővel is. Mert egy-két gyerekkel nem fogjuk a Duna-Tisza közét megtölteni. Ez egy hiú ábránt. Hanem oda emberköl, gyerekköl szülni kell. Kiművelt emberfőre is szükségünk van, de magyarra is szükségünk. Aki magyarul beszél, kérem szépen, hogy lassan, békésen, de szívósan, az nem 10 évű munka, az nem irredentizmus, az nem 5 év alatt lehet csinálni, hanem hogy 100-150 évre tervezve, hogy a magyarba átmenjen az, hogy az ígéret földjét, amit az Isten nekiadott 1000 évvel ezelőtt, azt most ne csak megtartsa, hanem újra megszerezze. És ez legyen a gondolatunk,
mint ahogy a zsidó népnek az ígéret földje több ezer éven át az álma volt, és micsoda véres kínok között valósítja meg, nekünk, akinek megvan az ígéret földjének a lényege, a törzse. Miért nem látunk neki mi is, hittel és reménységgel, ennek a szép munkának, hogy azt a Duna-Tisza közét békésen, több emberséggel, jobb emberséggel és bátrabb emberséggel, hosszú időre nézve magyarrá tegyük. Mi rajtunk múlik. Nem Franciaországon, nem Anglián, Amerikán, nem is a csájeken, meg a szerbeken múlik, meg a románokon, csak rajtunk múlik. Ne vitatkozzunk, és ne érveljünk folyton a nehézségeinkkel. A nehézségek legyenek ösztönzőink a megoldásra, a munkára és az áldozathozatalra, és nem pedig ürügyek és kibeszédek, hogy semmit se csináljunk. Sok kiáltásunkra, sies oltalmunkra, ha nem jötsz el, veszünk, ha nem jötsz el, veszünk. Kedves hallgatóim, köztük kedves magyarjaim! Hát a világban van sok baj, van sok nehézség, és úgy érezzük, hogy a föld olkor-olkor átok föld, és nagyon keserű a szánk íze tőle. Lám itt volt két világháború. Mi jót hozott ugyanez a két világháború? És mi jót hozott a két béke, ami ráépült? Beszéltek félelemtől, rettegéstől, mentes életről, és lám, az, hogy én itt vagyok, és nem másutt vagyok, az mutatja, hogy mennyit ért ez a félelem és rettegés nélküli béke. A világ hatalmai elfeledkeztek az igazságról, és elfeledkeztek a dátumokról, és azért van az Közép-Európában, ami van. Alvilági, pokoli hatalmak dolgoznak azon, hogy minél több hatalomra tegyenek szert. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum Spiritu Tuo. május 15-e csütörtök déli 12 óra van. Szerte a világon ebben az órában zúgnak a harangok. S hirdetik a magyarok hajdani győzelmét, diadalát az idegen hódítók fölött. Az utolsó nagy ellenálló koporsóját most helyezik örök nyugalomra. A főpapi requiem mise végeztével Mindszenty József koporsóját lassú gyászmenetben ünnepi pompával még egyszer végigvitték a templom árkádjai alatt könnyes szemű hívők, drága magyarjai sorfalak között. És elhelyezték a Szent László kápolna nyitott kriptája fölé. König bíboros és Monsenyőr Mészáros végzik a szertartást. Vakítóan világítanak a televízió lámpái, kattognak s berregnek az újságírók fényképező és filmező gépei. Sanctum servo tuo de functo misericordiam, ut factorum suorum in penis non recipiat vicem, qui tuam in votis tenuit voluntatem, ut sic ut hic eum vera fides junxit fidelium turmis, ita eum illic tua miseratio societ angelicis coris, per Christum Dominum nostrum.
Requiem aeternam Donai Domine. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békében. Könny csillog az emberek szemében. Sokan zokognak, ahogy a magyar himnusz hangjai mellett a koporsót leeresztették örök nyugvó helyére. Szó, nincs jel, nincs rajzolt virág, nem szállhat az égen szárnya tört madár. Nincs jó, ami jó, nincs már, aki felel, nincs hely, ahova visszatér, ki útra indul el. Ki szívét osztja szív, ez a remény. Ki szívét osztja szív, az élet csak ővé. Szívét osztja szív, az élet csak ővé. Ki szívét osztja szív,